Kedves nézőink, mivel eléggé havas még a táj, ezért néha megálltunk pihizni. Ezt kihasználva tartanék egy nagyon rövidke kis típus ismertető triálmotorokról. Ez egy 2006-os évjáratú GasGas 280-as kétütemű füsteregető triálmotor. Akkoriban ez volt a létező legkönnyebb szupergép. Nézzük, mit lehet róla megnézni. Hihetetlenül kicsi henger. A váz az gyakorlatilag valami krómmolibrén krómozva. Hiper, szuper, extra műszerfal mindenféle visszajelzővel. És ami a legeslegfontosabb extra kiegészítő ennek a motornak, az úgynevezett időjárás kapcsoló. Mi még nem jöttünk rá, hogy mire jó, de nagyon jól néz ki. Elméletileg két gyújtás térképet tartalmaz. Magyarán egy hihetetlen erőset, meg egy még erősebb. Kedves uram, elégedett ön a gépével? Abszolút. Most nézzünk egy régebbi évjárat kétütemet. Egy csodálatosan formatervezett olasz motor. Alumínium váz. Az első aluvázas motorok egyike. És lényegében ami extra volt akkoriban ezen a csodagépen, az nem más, mint a hidraulikus koplunk. Vaj puha a rendszer, vízhűtés, elő-hátul tárcsafék. A gazdája módosított a motoron, lévén múltkor betömődött az első sárvédő, és mint az újabb szériáknál a merevítést, amit gondosan kipolírozott, látják micsoda csodálatos egyetemű munka, fölül helyezte el. Egyébként ez, ha minden igaz, ez egy 1995-ös évjárat, de még mind a mai napig nagy generál nélkül jó muzsika. Elégedett ön a motorjával? Teljesen. Itt egy különleges négyütemű motorral ismertetnénk meg a kedves nézőket, ugyanis ez egy limitált kiadás. Nem elég, hogy Montesa, ugye, vagy Montesa, hanem limitált széria. Ezt a következőkből lehet megtudni. Tuning lámpafej. Elfordítjuk a kormány, mindjárt elül a motor. És nézzék, kérem szépen, Limited Edition. Egyébként egy 250-es négyütemű injektoros motorról van szó. 2005-ből. Szép darab. Terepen még nem volt. Gyakorlatilag megmutatjuk az erőforrást is, csak a szép. Csak az gyöngébe kedvéért forgattyúsház. Henger, hengerfej. Lényegében majdnem akkora, mint egy kétütemű motoré. Itt látszik a legnagyobb csoda, persze semmi nem látszik bőle. Ez az úgynevezett kis számítógép, ami a befecskendezést és az előgyújtást levezérli. Egy kis felszabályzó, némi ventilátor, HRC. És a legfontosabb, elégedett ön a motorjával? Eladó. Na ez már gyanús. És végül egy 2009-es évjáratú ugyanilyen Montesát látható. Nagy különbség nincs a régihez képest. Állítólag csak a befecskendező rendszerbe, meg néhány minimális apróságban különbség. Mint például nagyon lényeges a féktárcsavédő. Ez egy hihetetlen lényeges alkatrész. Meg ilyen encsen-bencsen vagy műszerfa. Elégedett ön a motorjával? Szuper!